Üdvözlök mindenkit itt a Múzeumi Beszélgetések. Ebben az évben ünnepeljük a Szent István Király Múzeum legendás igazgatójának, Fitz Jenőnek centenáriumát, születésének 100. évfordulóját. Ugye tudjuk azt fehérváriként, hogy Fitz Jenőnek nagyon-nagyon komoly érdemei vannak a Szent István Király Múzeum életében, de nem tudom, hogy ki tudja a nézők közül, hogy a Gorzium Régészet és Szabadidő Park feltárásának és nagyon-nagyon komoly fejlesztéseinek is Fitz Jenőhöz van köze, amelyről beszélünk természetesen majd a mai beszélgetésben. Illetve, amit megtudtam a Szent István Király Múzeum dolgozóitól, egy nagyon-nagyon komoly és nagyon értékes könyvtárral rendelkezik a múzeum, ami szintén Fitz Jenő tevékenységének köszönhető. Köszöntöm a stúdióban Kovács Lórándot, a Gorzium Régészet és Szabadidő Park vezetőjét, illetve Frigyik Katalin könyvtárost. Köszöntök volt mindenkit. Volt könyvtáros, most már nyugalmazott könyvtáros, igen. Fitz Jenőről beszéljünk a beszélgetés elején. Te dolgoztál, Katalin is dolgozott nagyon-nagyon sokat Fitz Jenővel. Milyen ember volt ő valójában? Milyen volt vele dolgozni? Ugye azt képzelném én el, aki nem ismerte Fitz Jenőt, így az érdemei alapján meg, amit elért a múzeum, hogy ő egy nagyon-nagyon szigorú, nagyon komoly és nagyon-nagyon maximalista ember volt. Ez így volt, vagy rosszul gondolom? Szerintem nem volt sem nagyon-nagyon szigorú. Tiszteletet nem is követelő, hanem inkább olyan ember volt, aki olyan tulajdonságokkal rendelkezett, hogy az ember önkéntelenül is tisztelettel fordult felé. Én nem láttam egyébként szigorúnak, nagyon kedves ember volt, tulajdonképpen nagyon kedves ember volt, de ami a meghatározó, a munka szeretete, az óriási tekintélye, a nagy tudás, amivel rendelkezett, tehát nem lehetett nem úgy fordulni felé, hogy csak tisztelettel és megtenni a legtöbbet, amit az ember ki tudott hozni magából. Nem azért, mert ránk kényszerítette, lehet, hogy nem is várta el, hanem ez volt számunkra inkább a természetes. Igen, tehát innen is látszik, hogy neki ez nem egy munka volt, neki ez volt az egyik legfontosabb dolog az életében, a múzeum, illetve az ezzel kapcsolatos tevékenységek, ami ugye látszott is az ő munkáján, munkatempóján, és az átragadt az ott dolgozókra, gondolom. Igen, igen, megtiszteltetés volt vele dolgozni. Lórán, te hogy emlékszel? Hát, igazából ezt én is meg tudom erősíteni, tehát igazából neki ez a hivatása volt. A szigorúságot én érzékeltem, de ezt nem a hagyományos értelemben kell elképzelni, tehát nem az volt, hogy ott állt az ember háta mögött már, bocsánat, az ostorral, és ütötte, hogy gyorsabban határidőre, így úgy amúgy, hanem ki volt adva egy feladat, és hát igazából, ha az nem készült el, vagy nem olyan minőségben készült el, nem kimondottan, de tulajdonképpen én számtalan olyan esetet éltem meg, hogy tulajdonképpen így, ahogy sétáltunk végig mondjuk konkrétan Gorziumban, gyakorlatilag az embert így levizsgáztatta előről, hátulról, hogy akkor az az épület mikor, hogyan, mi került elő, milyen korszak, alatta, fölötte, mellette, tehát hogy igazából ez a szigorúság, ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen talpig úri emberként az embert rávezette, hogy ha nem teljesít, akkor az ott nem megfelelő. Tehát ezt valahogy így kell igazából nála elképzelni. Igen, érdekes lehetett egy ilyen gorziumi túra, mint említett. Akkor gondolom, neked is volt vele ilyen kalandod, ilyen eseményed, hogy ment, és akkor na Lóránt, fiam, vagy Lórán, na, akkor mondd el nekem, légy szíves, hogy erről mit kell tudni, mitől nevezetes, miért igen, fontos ez? Mindig magázódás volt, tehát ez egy alaptétel volt a tanár úrnál. Ez gyakorlatilag a minden hétfői program volt. Tehát minden hétfőn bejárás volt Gorziumban, de úgy által cettig, tehát raktáraktól kezdve a parkon keresztül minden, ami érint Gorzium. Ez gondolom elsősorban nyilván a régészek, az ott dolgozó régészeket csináltam, és csak azért érdekes, ez ugye most már te vagy a Gorzium Régészet és Szabadidőparknak az igazgatója, így kicsit, és lehet belemagyarázva, mintha tudta volna, hogy te leszel esetlegesen az utód, ahogy mesélted ezt a történetet. Ez hál' Istennek konkrétan az ő választása volt. Na, tehát, hogy ez a része nem belemagyarázás. Nagyon jó. Igazából ez nem kifejezetten a régész kollégáknak szólt a hétfői bejárás, hanem mindenkinek, akinek valamilyen dolga volt a parkban. Tehát ezen a gondnok is ugyanúgy részt vett, az akkori gondnokunk. Akkor milyen képzettek lehettek a gondnokok is?
Hát mindenki mindent muszáj volt végighallgatni, mert ezek egymásra épülő munkafolyamatok Gorziumban. Tehát, hogy igazából a régészeti adatokból, meg a raktári anyagból épül fel a kiállítás, plusz arra rá a park. Tehát, hogy ezek oda-vissza kölcsönhatásban vannak a mi esetünkben. Mindjárt visszatérünk Gorziumhoz is, hogy említettem a beköszönésben, hogy van még valami fontos történet? Ja, nem csak akarom. Igen? Lóránthoz kapcsolódva még azt szeretném hozzáfőzni, hogy igen, valóban egy szigorú munkarend volt annak idején a múzeumban, hetente értekezletekkel, egyébként minden reggel bejött a könyvtárba, ugyanúgy a többi kutatószobába is beköszönt, megkérdezte, hogy mi újság, akkor meg lehetett tárgyalni a gondokat, problémákat, lehetett vele beszélni. Délután viszont már szilencium volt, akkor már nem szerette, hogy zavarják, és ezt illet is mindenkinek tiszteletbe tartani. De a dolgozók azt már nyilván tudták, hogy most szilencium dáta van, és akkor maradjunk az így van, az azt jelentette, hogy mindenki a tudományos munkájával foglalkozott. Na, visszatérvén erre az előbb említett, vagy általam elkezdett könyvekre, könyvtáram, ugye Lóránddal sokat szoktunk beszélgetni, adás előtt is beszéltünk, én nem is tudtam, hogy a Szent István Király Múzeumnak nagyon-nagyon komoly könyvtára van, régészeti szakkönyvek, de állítólag olyan gyűjtemény, ami tényleg az egyedülálló kategóriába tartozik, és ez egy nagyon nagy büszkeség a városnak. Beszéljünk erről egy picikét. Hát igen, valóban a múzeumnak szinte megalkotásától kezdve voltak könyvei, úgy a régészeti egyletnek, mint a múzeum egyesületnek, de a tudományos szakkönyvtár megteremtése az igazgató úr nevéhez fűződik. Hát ennek érdekében indította tulajdonképpen a nemzetközi kiadványcserét, ami három szempontból is nagyon fontos volt az intézménynek. Igen. Egyrészt gyarapította vele a könyvtárat, másrészt lehetővé tette a kutatók számára, hogy megismerjék más intézmények tevékenységét, az új kutatási eredményeket, és egyúttal az itt folyó tudományos munkát is megismertette a partner intézményekkel. Tulajdonképpen a konferenciák, a személyes kapcsolatok mellett ez a kiadványcsere is nagyban hozzájárult a múzeum nemzetközi ismertségéhez. Pont azon gondolkodtam egyébként, hogy ez, nyilván az előző rendszerben már ugye folytak a szocializmusban ezek a könyvcserék, ezek a könyvszerzések, akkor azért nem volt feltétlen egyszerű több szempontból milyen, mondjuk ilyen könyveket fellelni, megfelelni politikailag mondjuk, hogy milyen tartalmú könyvek jönnek be esetleg. Gondolom ebből is azért volt rengeteg összetűzés meg konfliktus. Hát tulajdonképpen egy szakkönyvekről van szó. Tehát ezek a szakkönyvek azért meglehetősen politikamentesek, vagy legalábbis nagy részük politikamentesek. Csak ismerve az előző rendszer, hogy mindenbe szerettek azért beleszólni, nem volt ilyen esetlegesen, hogy azt mondták, na jó van, akkor ezt nem kéne, vagy ne így csinálja, ne úgy csináljuk. Nem. Hát tulajdonképpen a könyvtári csere az a nagy könyvtároknál már a 19. században is bevett gyakorlat volt a könyvtár gyarapítására. Hát némi visszaesés az valóban volt a világháború után, igen, de 1958-ban már Magyarország is részt vett azon a konferencián, amit megállapodtak a nemzetközi cseréről, és hát ha a cserét említi, akkor muszáj arról beszélni, hogy kezdődött az intézménynek a kiadói tevékenysége, hiszen kiadványok nélkül nem lehet cserét folytatni. Igen. Érdekes dolog lehetett egyébként ez is. Erre is visszatérünk majd. Ami még engem érdekel, meg nyilván szerintem a nézőket is érdekli, hogy említettük, vannak ilyen kuriózumok, tényleg olyan könyvek, amik azért az egyedülálló kategóriába tartoznak. Tudnánk ezekről beszélni, mi az, ami mondjuk ilyen nagyon értékes, vagy mondjuk egy külső szemlélő számára, aki mondjuk nem régészként tevékenykedik, hanem ellátogat azért nyilván múzeumban, ami mondjuk számára is esetlegesen az lehet, hogy hú, de jó. Hát a múzeumnak a több mint 90 ezer kötetes könyvtárának egy része, a nagy része, a tudományos szakkönyvtár. Olyan régészeti, művészettörténeti és egyéb múzeumi terület szakanyagával. Tehát ez a nagy rész, viszont van egy kisebb gyűjtemény, ami a
régi gyűjtemény, ebben számos antikva, 17-18. Századi külföldi nyomtatású mű, és 1850 előtt megjelent magyar művek találhatók. Nagyon jelentős, hogy vannak kifejezetten becses dedikált köteteink, vannak olyan művek, amelyek egyetlen más hazai könyvtárban nem lelhetők fel, és különösen fontos az az 5 könyvtár töredék, valamint a egykori adonyi ortodox templom könyvállományához tartozó liturgikus könyvegyüttes. Ebben az együttesben van a könyvtár egyetlen ősnyomtatványa, van 2 16. századi kézirat, ószláv nyelven írt cirilbetűs könyvek a 16. századból, és görög nyelvű munkák a 18. századból. Azért nagy élmény lehetett mondjuk ezeket forgatni, vagy csak kézbe venni, vagy csak látni egyáltalán ezeket a könyveket. Azért az nem mindennapi dolog. Valóban, de a könyvtárosi tevékenységnek csak egy kisebb részét tette ki természetesen a régi könyvekkel való foglalkozás. De ha már a könyvtárnál tartunk, akkor fontos megemlíteni a rendkívül gazdag folyóállományt, illetve a helytörténeti gyűjteményt, ami nem annyira igazgató tevékenységéhez kötődik, hanem az előző múzeumi igazgató Marosi Arnold tevékenységéhez kötődik. Ő azt csinálta, hogy megkérte a helyi nyomdászokat, hogy mindenki nyomtatott példányból adjanak egyet a gyűjteménynek, és a helyi szerzőket is megkérte, hogy juttassanak egy-egy példányt a könyvtárnak. Így egy óriási helytörténeti gyűjtemény keletkezett. Jó ezeket hallani, fehérváriként. Most térjünk, amit a beszélgetés elején már elkezdtünk, ugye, hogy mint a könyvekben, ebben a nagy elképesztő könyvtár gyűjteményben, mint ugye a Gorzim Régészeti Parkban elképesztő szerepe van, ugye a Fitz Jenőnek, mondhatjuk őt az atyának is, ugye, mert ő kezdte el a feltárásokat a Gorziumban. Hát abszolút. Tehát igazából Gorziumnak a legelső ásatásai azok még nem a tanár úr rossz, tehát nem Fitz Jenőhöz kötődnek, de a rendes tervásatás, illetve hogy azt utána hogyan kell bemutatni, milyen típusú park jöjjön létre, ami gyakorlatilag a mai napig a gerincét alkotja a helyszínnek, az teljes egészében gyakorlatilag az ő elképzelése nyomán, illetve az ő koncepciója alapján alakult ki. Olyannyira egyébként, hogy magukat a tervásatásokat, tehát amíg az folyamatosan ment, az gyakorlatilag az utolsó pillanatig ő maga személyesen vezette. Tehát még akkor is, amikor már egy kicsit nehezebben mozgott, akkor is ő volt az ásatásvezető. Legfeljebb, hát ez még egy konkrét történet, kintről, már úgy kintről, hogy a szelvényen, tehát az ásatási felületen kívülről meglátott valamit, és akkor szólt, hogy akkor futás oda, nézem meg, hogy mi az, mondjam el, és hogyha tényleg az, amire gondolt, akkor viszont teljesen mindegy, hogy mennyire volt nehéz oda bejutni, akkor ő ugyanúgy szépen bejött az utolsó pillanatig. Hmm. És egyébként amikor egyébként az ásatások, azok gyakorlatilag beteltek a raktáraink, leginkább ezért állt le 2006 elején. Mert annyi mindent találtottál régi csapat Gorziumban? Nagyságrendileg egy 2 millió tárgya van a gorziumi gyűjteménynek, azért ehhez kell nem kicsi hely tárolni. Tehát amikor ez betelt, igazából utána is ő azért még évekig járt ki rendszeresen ugyanúgy, tehát mint hogyha ha menne tovább az ásatás, és egyébként a feldolgozási munkát ő továbbra is folytatta, illetve ugyanúgy megvoltak a szokásos hétfői bejárások, hogy akkor a parkban kinek mi a feladata, és mi hogyan, milyen ütembe menjem. Hihetetlen munka lehetett ott, meg tényleg jó ezeket a történeteket ismeretlenül is hallani, hogy tényleg micsoda lelkesedés lehetett ott, meg tényleg látni azt, hogy milyen gazdag anyag lapult ott a földben, amelynek ugye több esetben te is részese voltál a megtalálásának, meghatározásának, ez nagyon nagy értéket adott. Azért meg azon gondolkodtam még, hogy van ott még biztos valami Gorziumban, nem? Tehát még vannak azért olyan területek, amiket érdemes lenne feltárni. Igen, tanár úrnak az akkori technikai feltételek mellett az volt a gondolata, az akkori ismeretek alapján, hogy nagyjából a 1 %-60%-át sikerült neki feltárni a Gorziumnak.
Azóta ezt módosítani kell a modern eszközökkel, hogy lehet föltérképezni, tehát itt lehet gondolni geofizikára, légifotóra, mindenféle, ami manapság már elérhető a régészetben. Bőven 1% alatt van a feltárt terület. Tehát hogy az a 6 hektárnyi rommező, ami jelenleg látszik, az 1%-a sincs a ókori településnek. És nyilván jövőben ez nagy-nagy terv, hogy azért feszélyre kerüljön. Ezt jó lenne folytatni természetesen, igen. És tényleg is bele, én nagyon szeretem ezt a területet, hogy belegond az ember, hogy tényleg milyen kincsek lehetnek ott, amiről egyelőre még lehet, hogy fogalmunk sincsen, hogy még miket találnátok ott, hogyha tényleg belemerültök ezekbe a feltárásokba. Az biztos, hogy ott a föld még elég sok kincset rejt. A kincsnél azért felhívnám a figyelmet, hogy ne valaki, nem tudom én, aranycsászárszoborra gondoljon feltétlenül. Igen. Tehát mondjuk. Tehát igazából, amikor régészeti szempontból egy különleges épület, vagy egy olyan épülettípus, ami mondjuk ott nem kellene, hogy megjelenjen, de valamiért mégis van, az például sokkal értékesebb tud lenni. Tudom, hogy a látványos az aranycsászárszobor, csak hogy ne mindenki egyből erre asszociáljon. Egyébként akár az is lehet még a földbe, tehát bármit rejthet a föld Gorzium, már hogy az ókori Gorzium területén. Beszéljünk egy kicsit Gorzium jelenéről, mi újság van most Gorziumban, és mik mondjuk. Nyilván nehéz ebben a légkörben tervezni, mert konkrétan nem nagyon tudjuk, hogy mi lesz, remélhetőleg a Covid már lecsengőben van, de hát nyilván soha nem tudjuk, lehetnek azért meglepetések, ne legyen. Mi újság van most Gorziumban, és mik azok a tervek, amiket mondjuk így a közeljövőben szeretnétek megvalósítani? Hát hál' Istennek most tényleg úgy tűnik, hogy a járvány lecsengőben van, olyannyira, hogy 8-án, tehát május 8-án nyithat Gorzium, tehát onnantól kezdve megint látogathatóvá válik. Bizonyos, illetve elég szigorú szabályok mellett akár rendezvények tartása is szóba jöhet hamarosan, illetve részben már akár most is. Ez azért mondjuk a gorziumi rendezvényeket, ha valaki ismeri mondjuk egy floráliát, akkor a léptéke miatt ez nem pont azt jelenti, hogy azonnal hirtelen rendezvény lesz, de remélhetőleg előbb-utóbb ezt is elengedik. Hát most gyakorlatilag a milyen munkák folynak, ami talán a leglátványosabb lesz hamarosan, az egyrészt a színpadtér, amit egyébként még szintén a FISZ tanár úrnak az elképzelései alapján került kialakításra, tehát a szabadtéri színházunk, az kap egy színpadtechnikát, egy minisztériumi támogatásból, tehát hogy lesz színpadunk, hangtechnikánk, fénytechnikánk. Ezt értelemszerűen élettel is szeretnénk megtölteni, erre zajlanak a tárgyalások egyébként több partner intézménnyel, illetve egyesülettel is, úgy néz ki, hogy akár már idén is tényleg komoly programok lehetnek ott. A másik dolog, ami azt gondolom, hogy egy nagy örömhír, hogy a Fejér megyében előkerült római kori kőemlékeknek egy új kiállítása tud nyílni, az egykori zicsi grófi boros pincében. Ez úgy elsőre mindenki azt gondolja, hogy pince, de ez egy hatalmas pince, ez az egyik legkorábbi vasbeton épület Magyarországon. Ez egyébként a mostani főépületünk mellett látható nagy fehér homlokzatú épületről beszélünk. Ebben, ha minden jól megy, akkor hát legkésőbb pár hónapon belül egy vadonatúj kiállítással tudjuk fogadni a látogatókat. És hát emellett egyébként a parknak mindenféle rendezési munkálatai mennek, tehát hogy korábbi munkákból ott maradt földkupacok, téglakupac, stb. Ezeket most így, amíg a leállás volt, ezt mind szépen el tudtuk tüntetni, ezek már be is vannak fűesítve, illetve a színház mögött, értelemszerűen kapcsolódva a színházi funkció megújításához, egy parkerdős résznek a kialakítása zajlik. Ez úgy elsőre természetesen mindenki kis fákat lát, ami között lehet sétálni. Hosszabb távon remélhetőleg ez egy kellemes pihenőhelyé válik, nem csak a színházban, hanem a parkba érkezőknek is. Akkor van feladat bőven. Az bőven megoldandó, az mindig van. Mindig van. Katali, mikor volt utoljára Gorziumban, hogyha már Gorziumról beszélünk, mikor volt ott sétálni esetleg, vagy munkából adódóan? Hát legalább 5 éve nem voltam, bevallom. Aha. De terve van, akkor gondolom majd előbb-utóbb kinézni ismét. Hogyha majd normalizálódik a helyzet. Még azt szerettem volna kérdezni, visszatérve a könyvekre, hogy hát nyilván rengeteg kedvenc könyv van, ugye itt a Szent István Király Múzeum gyűjteményében. Melyik az, ami, vagy melyikek azok, amik ilyen abszolút kedvencek, amik mondjuk könyvtárosként is egy nagy-nagy örömmel és büszkeséggel töltik el? Nyilván sokat lehetne, de van-e olyan abszolút kedvenc, vagy ilyen top 3, ami ugye szívéhez közel áll? Hát talán az egyik a úgynevezett hóráskönyv. Uh-huh.
Ez egy 1516-ban kiadott, Párizsban kiadott laikusok, elsősorban nők számára készített imakönyv. A hórák, a három óránként elhangzó, vagy elmondandó imádságokat jelzik. Hát ez egy nagyon érdekes könyv, nyomtatott könyv, és egyben illuminált is. 14 szép egész oldalas miniatúrát tartalmaz, számos iniciáléja van. Tulajdonképpen a imaórákat vezetik be ezek a szép miniatúrák, és az az érdekes, hogy ezeket kézzel festették, még a könyv az természetesen nyomtatott könyv volt. Ez a hórás könyv, ez a 14.-16. század között volt nagy divat, különösen Franciaországban, és a elterjedt szélesebb körben tulajdonképpen a könyvnyomtatás után terjedt el, mert akkor már megjelenhettek olcsóbb változatok. A vásárlók viszont nagyon ragaszkodtak a szép fest vagy illusztrált könyvecskéket, ezért a nyomdászok azt csinálták, hogy kihagyták az illusztrációk helyét, és könyvfestőkre bízták a ábrázolásokat. Nagyon érdekes, hogy került a múzeumba is. Ezt egy székesfehérvári születésű, igazán érdekes életútat bejárt ember, Gersei Gersics Ferenc ajándékozta még 1879-ben a régészeti egyletnek. Ez a Gersics Ferenc Fehérvárról indult, és a portugáli királyi udvarnak lett a kamarása. Mindvégig kapcsolatot tartott Fehérvárral, és egyáltalán Magyarországgal. Még egy nagyon érdekes antikvát ajándékozott a múzeumban, egy Lisszabonban megjelent, 1546-ban megjelent történeti munkát. Hát természetesen nagyon értékes a ősnyomtatvány. Ez egy oktoik, vagyis 8-hangú énektár. Ez a keleti egyháznak az egyik legtöbbet használt és legfontosabb szertartáskönyve. Ezt 1494-ben nyomtatták a mai Montenegró területén, az Obodi nyomdában. Egy Makaria nevű szerzetes nyomtatta, és az nem csak egyháztörténeti szempontból érdekes ez a munka, hanem nyomdatörténeti szempontból is, hiszen ez volt az első nyomda a Balkánon, ami Ciril betűs könyveket nyomtatott, és ez a könyv ennek a nyomdának az első terméke volt. Mindössze 3 példánya található Magyarországon. A hórás könyvre visszatérve, abból viszont csak ez az egy példány van az országban. Ami itt van. Ami nálunk van. Hát ez nagy szó, ez itt nagy van. Dolog, meg végszónak is szerintem nagyon szép volt. Lórán, neked azt kívánom, hogy legközelebb, amikor beszélgetünk itt a tévében, hogy minél több programról tudjunk majd beszélgetni. És köszönöm, hogy itt voltál, és Katalinnak pedig nagyon jó egészséget kívánok, és majd egyszer egy sétát a Gorzium Parkban mindenképpen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk, tartsanak velünk legközelebb is itt a múzeumi beszélgetésekben.